A Bui Színkattás zenekar produkciója volt a Speciális Művészeti Fesztivál zárónapjának egyik attrakciója. A fesztivál célja az volt, hogy a sérült emberek bemutathassák különféle művészeti ágakban rejlő tehetségeiket, és ezáltal nagyobb elfogadáshoz jussanak a többségi társadalomtól. Asztalos Zsolt, a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület elnöke azt mondta, a Szekszárdinál kevés alkalmasabb helyszín van egy ilyen fesztivál megrendezésére, ehhez pedig nagyban hozzájárult a lakosok elfogadása és jó hozzáállása. Színvonalas produkciókat láthatunk, az elmúlt évek színvonala tovább növekedett, köszönhetően annak a szakmaiságnak, ami az intézmények munkájában megtalálható. És ami külön öröm számunkra, hogy a tapasztalatok és az elvárásaink nem csalatkoztak Szekszáron. Azt gondoltuk, egy kisváros sokkal inkább befogadó, mint egy nagyváros, és ez be is bizonyosodott. A fesztiválon olyan szervezetek vettek részt, akik különböző produkciókkal készültek egymásnak és a közönségnek. Az egyik ilyen intézmény vezetője azt mondta, sokat tanultak a csoportok tagjai egymástól, szerinte óriási fegyelmet és alkalmazkodó képességet sajátíthattak el a résztvevők a többi embertől. Az, hogy mások hogy viszonyulnak ezekhez a helyzetekhez, megtanulják azt, hogy mások hogy adják elő, tanulnak mások hibáiból, és tanulnak a saját hibáikból is, fejlődnek ezáltal, és sokkal könnyebben alkalmazkodnak az ilyen váratlan helyzetekhez. A Speciális Művészeti Fesztivált 32. alkalommal rendezték meg. Szekszárd 1998 és 2003 után idén harmadszor adhatott otthont a rendezvénynek, ahol 46 egyesület és intézmény vett részt 700 taggal. Tolna megye 8 egyesülettel képviseltette magát a fesztiválon.